Kedves nézőink, mielőtt adásunkban tovább mennénk, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy jövő hétfőn, április 27-én a Városi Bölcsődéről szóló összeállításunkat tekinthetik meg. Nemrégiben zajlott a 36. Nagy László vers és prózamondó találkozó a Szabadidő Központban. Most erről láthatnak egy összeállítást. Lezajlott az idei Nagy László versmondó találkozó. Ön milyennek értékeli a színvonalat? Egy személyes megjegyzéssel szeretném indítani most a beszélgetésünket. Számomra ez egy különleges alkalom. Nem csak azért, mert az egyik kedvenc költőm Nagy László, hanem Nagy András jóvoltából az idén 10-szer vagyok zsűri elnök. Ez ugyan magánügyem lenne, ha nem kötném egybe azzal, hogy 10 évet tudom figyelemmel kísérni némelyik versenyzőnek mondjuk, de hát a találkozó résztvevőinek a fejlődését és az életét. A találkozó színvonala az hullámzó, hol jobb, hol még jobb. Most inkább azt mondanám, hogy a jobbak közé tartozott. Talán nem volt annyi kiemelkedő teljesítmény. De akik itt voltak, azok becsülettel helytáltak, és néhány versmondó kifejezetten megindított, pontosan a bevezetőben foglaltak miatt, mert látom a személyes fejlődésüket. Van olyan, akit már 6-8 éve kísérek figyelemmel, és ez egy boldog és jó érzés. Nagyon sokféle verset hallhattunk, hogy mondjam, mély volt a merítés, Petőfitől Illyésen keresztül Nagy Lászlóig természetesen. Mennyire volt jó a versválasztás, mennyire illett a személyiségét a versmondóknak? Ezen a találkozón ez már hagyomány, hogy jó verseket válogatnak. Ezt elsősorban a felkészítő pedagógusoknak köszönöm, és a szülőknek is, mert biztos vagyok benne, hogy az általános iskolás korosztály kezébe még ők adják a köteteket és a költők verseit. A felnőttek már természetesen maguk választanak. Az idén volt néhány meglepetés, szívemnek öröm, hiszen Szécsi Margit verset is hallottunk, sőt Nagy Gáspártól is hallottunk, Illyés vers volt, és Hegedűs Gézától is elhangzott. 10 év alatt nem hallottam, nem nagyon emlékszem, hogy Illyést mondott volna valaki, Hegedűs Gézát biztos, hogy senki nem mondott. Jó volt, tetszett, változatos volt, színvonalas volt. Ön, mint a leginkább érintett, hogy érzi, hogy gondolja, mennyire tudták édesapja gondolatait magukévá tenni, tolmácsolni a versmondók? Kényes kérdés. Úgy érzem, hogy napjainkban ezt nem igen lehet átérezni. Ugyanaz az érzés, ugyanaz a folyó nem jön el. Ugyanakkor vannak olyan motivumai a jó költőknek, Adinak, József Attilának, Nagy Lászlónak, Szécsi Margitnak, Illyésnek, nem tudom befejezni a sort, se előre, se visszafelé, amik örökérvényűek. A nálunk Ajkán és Iszkázon meglévő hagyomány viszont rendre visszahozza azt az érzést, azt a meggyőződést, hogy ebből mégiscsak valamit sikerül visszahozni. Most úgy érzem, hogy dominált a Nagy Lászlói emberkép és a felelős költészet felé fordulás. Ez a tegnap esti beszélgetésben is kifejeződött, amikor Kósa Ferenc filmrendezőt, fotóművészt faggattuk erről a baráti viszonyról, és visszajött az iszkázi Sebő együttes fellépésben is, amikor egy teljesebb képet kaptunk az énekelt vers dimenzióiról. A találkozó résztvevői Iszkázon különleges élményben részesülhettek, hiszen ön kalauzolta őket az iszkázi emlékházban, illetve elmesélte a visszaemlékezéseit, élményeit. Ezt mennyire gyakran osztja meg másokkal? Lassan levetkőzöm a gátlásaimat a szülőfölddel kapcsolatban, azt a viszonyt, amit
senki nem tud megemészteni, aki innen eltávozott, elment, városba költözött. Én ezt kicsit örököltem apámtól, ezt a furcsa attitűdöt. Nagy László testvére, Ág István szintén bajlódik ezzel a helyzettel. Lassan-lassan legyűröm, és oldódok én is, miközben tudom, hogy az a tér, az a helyzet, az a gazdasági kategória a parasztság pusztulásával nem jön vissza igazából, ami régen volt. Egész más világot élünk. Noha megpróbáljuk az ország szempontjából ezt úgy idézni, úgy fölhozni, hogy abból lehessen tanulni, hogy azt a kultúrát újra élményként földolgozhassa a mai ifjúság, és az én nemzedékem nem nosztalgiából. Ez egy olyan helyzet, amin állandóan dolgozni kell. A Sebő Együttes pedig, aki tegnap vendégünk volt Iszkázon, képviseli azt az énekelt verskultúrát, ami nem csak a paraszti hagyományokra épül, hanem az egész történelmet képes áttekinteni. Még egy gondolatot szeretnék elmondani. Aki Nagy Lászlót pusztán népies költőnek tekinteni, az szembesülhet azzal az interjúban is adott véleményével, miszerint ő modern költőnek tartja magát. Tehát ne azt a világot keresse senki, ami egy bekorlátozott, hogy is mondjam, egy zárt világot képviselne, hanem azt az európaiságot, azt a világra kitekintést, amit édesapám akár a saját verseiben, akár a műfordításaiban is megvalósított. Gratulálunk az első díjhoz és a külön díjhoz is egyaránt. Hányat szó vagy ezen a versenyen? Negyedszer vagyok itt. És úgy látom, nagyon rutinos versenyző vagy már. Olyan verset választottál, ami egy nagyon nehéz vers, nagyon hosszú vers, és nagyon nagy átéléssel mondtad el. Miért ezt választottad? Hát én nagyon-nagyon szeretem Széchy Margit költészetét, rengeteg verset olvasok tőle mostanában, és így megfogott ez a vers, és arra gondoltam, hogy ez nekem jó lenne. Felkészülésben segített valaki? Igen, a tanárom Magyar Istvánné Erzsé néni volt az én pátronálom, aki egy kicsit segített. Amint említettem, egy rendkívül nehéz, nehezen értelmezhető vers. Mennyire tudtad ezt megérteni, magadévá tenni? Úgy látszott, hogy nagyon. Hát én nagyon szeretem ezt a verset, és hosszú hónapok óta olvasom, és értelmezgetem, szemezgetem magamba, és nagyon-nagyon szeretem, érzem a ritmusát mindig, és mindig elkap a vezérgondolat, és én úgy érzem, többé-kevésbé megértettem. Igen, mi is úgy éreztük, mindannyian, és az eredmény is ezt mutatja. Versmondással egyébként mióta foglalkozol? Mondtad, hogy negyedik alkalommal vagy itt? Hát igazából így kisebb versmondókon 6 éves korom óta vagyok jelen. Hát itt negyedik alkalommal, és így 4 éve kezdtem el komolyabban foglalkozni a versmondással. Gratulálunk az első helyezéshez, nagyon-nagyon szép volt. Hányadik alkalommal vesz részt ezen a versenyen? 6. alkalommal, és akkor ez azt jelenti, hogy van 6 darab Nagy László versem, amelyekről azt így gyorsan elmondanám, hogy nagy részük egy bizonyos szeméről szól, például József Attila, Ady Endre, Latinovics, és így tovább. Mit jelent önnek Nagy László? Egy érdekes felfedezés. Én még elég fiatal voltam, amikor elkezdtem Nagy László verseket olvasni azért, hogy ide eljöhessünk, és abban a korban nem hiszem, hogy van ember, aki önmagától elkezdene Nagy László verseket olvasni. Ugye Horváth Emma tanárnő volt az, aki erre ösztönzött minket, és azt tudom mondani, egy hatalmas felfedezés. Versmondással mióta foglalkozik, azon kívül 6 szor van itt? Valamikor általános iskolának a felsőbb osztályaiba jártam, és akkor kezdtem el, és azóta folyamatosan heti 2 próba a tanárnővel. És kamatoztatja máshol is ezt a tudását?
Ahogy vesszük, hogyha úgy nézzük, én irodalmat tanulok az egyetemen, gondolom, hogy ehhez is hozzájárult az, hogy én verset mondok nagyon hosszú évek óta, de egyébként is nálunk minden hónapban van egy irodalmi est, ott föl kell lépni, elmenni néha versenyekre, részt venni szabadkai rendezvényeken, ez mind hozzátartozik. Mik a további tervei egyetem után? Egyetem után én picit visszakanyarodnék, azt mondanám, hogy fejezzük be az egyetemet, és amikor ez meg lesz, már kérdezték tőlem ezt, én nagyon szívesen lennék akár magyar tanár, de újságíró is, úgyhogy én nyitott vagyok, amire épp akkor lesz lehetőség.